cukrász, a szakács és a pincérképzés részleteibe kaptak betekintést az érdeklődő általános iskolás diákok és szüleik a Haller iskola nyílt napján. Az intézményben jövőre is szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket indítanának a vendéglátás turisztikai szakmacsoportban. A nyílt napon különböző állomásokat alakítottak ki, amelyeken a tanulók interaktív módon vehettek részt és bemutatókat nézhettek meg. Itt az aulában a cukrászok grillázsmasnit fognak készíteni. Itt helyben karamellnyalókát, illetve más karamell különlegességeket, például cukorvirágot készítenek. Természetesen ezt bemutató jelleggel, ez egy nehéz folyamat, tehát ebben nem lehet belenyúlni, tehát egy vendégnek. Emellett marcipánfigurákat tudnak készíteni és nézni. Ismét lehetőség volt körbejárni az egész iskolát, bemenni mind a cukrász, mind a szakács üzembe. Látni azt, hogy hol és miként fognak tanulni azok, akik ezeket a szakmákat választják. Jövőre turisztikai és vendéglátóipari szakgimnáziumi ágazatot is indítanának az intézményben, amelyek képzési ideje 4+1 év. A szakközépiskolai képzések, a cukrász, a szakács és a pincér szakmák megszerzése 3 év. Itt a szakmák elsajátítása után a diákoknak +2 tanév alatt nappali rendszerű oktatásban lehetőségük van az érettségit is megszerezni. A nyílt napra egy különleges helyszínnel is készültek a szervezők, ahol a diákok érdekes szelfiket készíthettek. Egy picit a modern technológiába és a gyerekek világába beleugrottunk. Selfie pontunk van a mai napon, hashtag Haller iskola nyílt nap címmel kell feltölteni a Facebook oldalunkra szelfiket, természetesen erre is ajándék jár. Tehát akinek a legjobb, legviccesebb, legötletesebb szelfie van, 2 tortát fogunk kisorsolni a mai nap folyamán. Azoknak a diákoknak és szülőknek sem kell csüggedni, akik lemaradtak a programokról, ugyanis december 6-án délelőtt 9 órától egészen 12 óráig ismét egy nagyobb szabású, karácsonykupával, gasztronómiai versennyel összekötött nyílt nappal várnak mindenkit a Haller iskolában.